hogy a hazafi önhonját és nemzetét közelebbről is ismerje. Azért én itt a Nyitra vármegye vidéki, kivált Zoborhegy napkeletre futó láncainak aljában tanyázó magyar ajkúaknak, római katolikusoknak ismertetésébe bocsátkozom, azon köznépi szokásokat érintve a táj némi rajzával, melyek eddig róluk közönségessé téve nincsenek. Történelmi hazánk legészakibb magyar nyelvszigete, úgy is mondhatnánk, szívünk északi csücske, a Tribecs alatt elhelyezkedő sajátos magyar néprajzi tájegység, Zoboralja. Legutóbb központi részein, most a Zsitva és a Nyitra közötti Lankás tájékán nézünk körül. Hova jutott Árpád gyepű őrző népe egy évezred alatt? Oly sok viszály után éle még archaikus népi kultúrájuk? Hogyan küzdenek a beolvadás ellen Kodály Zoltán és Eszterházy János szellemébe kapaszkodva? Zoborvidéki utazásunkat jeles jelképes napra, virágvasárnapra időzítettük a húsvéti feltámadás reményében. Alsóbodok a bázisunk. Innen teszünk csillagtúrákat előbb Zoboralja keleti peremére, Néverre és Béládra, majd Nyitra geszte és Pográny érintésével visszatérve Alsóbodokra, Zoboralja délnyugati fertájára, a Nyitra mellé megyünk Nemespann, Nagycétény és Nyitra csehi kedvéért. Végül Alsóbodokon húsvéti villőzéssel zárjuk kirándulásunkat. Zoboralján 1900-ban még úgy beszélnek, mint a halotti beszéd korában. Nem akad kutatója. Elmennek messze őshazát keresni, mikor az itt él köztünk. Zoborvidék előrevont helyőrségünk. Kodály Zoltán levelén felbuzdulva köszön be a hazajáró egy évszázad távlatából Alsóbodokra. Nyitra vidék egyetlen magyar középiskolájának épületébe, előrevont helyőrségünk hűséges védőihez, Fehér Sándorhoz és feleségéhez, Pindes Ivethez, akiknek a tájegység természeti kincseit, történelmét és hagyományos kultúráját bemutató Zoboralja Múzeumot köszönhetjük. A Zoboralja Múzeum egy olyan hiánypótló ötlet volt, hogy akkor, amikor több községbe, itt a környező községbe vannak tájházak, de ezek be tudják mutatni a népi kultúrát, a népi lakhatást, meg ilyesmit, de népi kultúránknak, történelmünknek nagyon sok szegmensét ezek mellőzik, tehát ilyen, hogy természeti képződmények, egyháztörténelem, de maga a történelem, mint olyan, ez se általában tájházas téma. Tehát mi itt próbáltuk mindent összeszedni, amit lehet a feleségemmel együtt, Ivettel, mert hogy ne felejtsük el, hogy minden sikeres férfi mögött, ha sikeresek vagyunk, akkor azért ott van egy nő. Mi hisszük és valljuk azt Széchenyi Istvánnal együtt, aki azt mondta, hogy a múlt az nem az, ami mögöttünk van, és túlléptünk rajta és elhagyjuk, hanem az, ami a lábunk alatt van, abból gyökerezünk, abból táplálkozunk. Tehát nekünk ez erőforrás, és ez nem munka, hanem ez öröm, és nagyon szívesen tesszük. Öröm ezt hallani. Úgyhogy vannak ilyen kis részlegei. Természeti tárgyak, tehát növény, állatvilág, geológia nyilván, tehát földtan is. Aztán van egy történelmi része, és bezárjuk ezt majd egy néprajzi résszel, ahol viszont tényleg a népi foglalkozásoktól, népviseleten át, a népi táplálkozásig. Szinte minden. Azt szoktuk mondani, hogy mindenevők vagyunk. A különleges gyűjtemény mellett Pindes Ivet jóvoltából még a zoboraljai csipkeverés hagyományával is megismerkedhetünk. A falu árpádkori eredetű templomának környékén több jel is emlékeztet a történelmi viharokra. Bodok megszenvedte a török vészt, a kuruc szabadságharc és a világháborúk utáni üldöztetést is. Csillagtúrán kezdetén először is Zoboralja keleti peremének falvaiba indulunk. Néver árpádkori eredetű templomával együtt mára jelentősen átalakult. Eltűntek magyar feliratai, de az egyik mellékoltár festményén azért ott van még a templom névadója, Szent István királyunk, amint felajánlja a magyar szent koronát Szűz Máriának. Árpádházi szentjeink szoborformában is jelen vannak a szentélyben.
És ha a turista tesz egy sétát a templom körül, a síremlékek is magyar időkről mesélnek. Ahogy a török család 17. századi sorsára hagyott kastélya is a dicső múltunkat idézi. Omladozó falai méltó mementói a közelmúlt tragikus történelmének. Vajon lesz-e még tavasza, feltámadása a kastélynak, vagy az örök kárhozat lesz a sorsa? Ezt a kérdést a szomszédos Béládon is feltehetnénk, látva az Árpád-kori település mára egybeépült falu részeinek kastélyait. A zoboraljai magyar nyelvsziget keleti peremén fekvő község szorvány magyarsága a 20. század során elsorvadt. Így váltak a kastélyai műemlékekből emlékművekké. A Béládi kastélyt eredetileg a Jeszenszky család építette a 18. században. Parkjában a család mauzóleumát Fadrusz János tervezte. A legrosszabb állapotban Nagyherestény 19. századi kastélya van. Az összeomlás szélére került. A 18. században épült pusztahatári Jeszenszky kastély viszont szépen megújult. 1874-ben került a Szent Iványi család birtokába, akik felbecsülhetetlen értékű műkincset gyűjtöttek itt össze. Ma szállodaként üzemel. A legkeletibb zoboraljai településről visszakanyarodunk nyugatra, hogy az egyik völgyhajlatban rátaláljunk a Tribecsi Pilis hegylábánál megbújó apró Nyitra gesztére. Talán rejtettsége őrizte meg sajátos nyelvjárását, népviseletét és néphagyományait, amit most a helybéli hagyományőrző csoport tagjainak köszönhetően testközelből is megismerhetünk. Megállíthatatlannak tűnik a tavaszi újjászületés az egykori királyi szőlőtermőbirtokon, Pográny környékén is. A falu fölötti Málhegy oldalában kultikus természeti képződmények bújnak meg. Megérkeztünk Isten nyomához. Utunknak ezen a szakaszán talán az egyik legérdekesebb természeti képződmény, de nem csak természeti, mert hogy hagyomány fűződik, kötődik hozzá. Isten lábnyomának hívják. Ez egy olyan hely, ahol amikor még a sziklák puhák voltak, és a Jóisten a földön járt, akkor itt pihent meg, itt ült le, itt látjuk ezt a ülő részt. Sőt, még valaki azt mondják, a pásztor botját is ide elhelyezte, az egy botot jelezne. Lehet, hogy ez is egy ilyen régi pogányköri áldozóhely volt, amelyikre, mint oly más sok helyen, Kárpát-medencébe később katolikus hagyományok rétegeződtek. Szépen karban van tartva egyébként a hely. Ez kinek az érdeme? Ezt a helyi cserhát vadásztársulatnak, akik ezt a már benövő, pusztuló, elfelejtődő helyet ilyen módon is fönntartják. De nem csak a kőben van nyoma a teremtőnek, hanem a környező karsztvizekben is. Már az Árpádok korában ismerték a csiga kövületekben gazdag édesvízi mészkövek környékén felbukkanó forrásokat. A csütörtöki kútról 1824-ben az akkori pogrányi plébános is megemlékezett, mint a közeli Érseki utcát ellátó, fogyasztásra alkalmas vízről. Otó középen Eszterházy János egy pogrányi vadászatot. A zobori apátság, majd az esztergomi érsekség és a nyitrai püspökség ősi birtoka, Pográny katolikus temploma, ahogy a krónikások leírták, a legrégibbek közé tartozik, és a hagyomány szerint első Géza király idejéből, 1075-ből való. Mára persze alig maradt valami a bencések hagyatékából, a régi kolostorból,
míg annak Szent Márton kápolnáját plébánia templommá alakították. A törökök 1644-ben földig rombolták a községet, a Rákóczi szabadságharc idején már a labancok dúlták a települést. A Tarkó kúria udvarán a legendás Rákóczi hársfával a szabadságharc egyik ikonikus mozzanatára emlékeztet. Akkor, amikor a közeli nyitra-peresztényi csatában Ocskay László átállt a császáriak oldalára, ez az a Ocskay árulás, ez végül is életét vette, de minden kuruc nem állt akkor Ocskay mellé, és sokan elmenekültek a csatatérről, és egyebek mellett itt Pográmba időztek egy ideig. És ezek a kurucok ebben a kúriában leledzettek, illetve hát ismerkedtek a helyi lányokkal, mert a kuruc az ilyen is volt. A lányokat utóbb az irodalom, mint a pogrányi galambokat ismerte, és ez a történet szülte Felvidék talán a legnagyobb kuruc regényét. A falu közepén egy apró gyöngyszem, az Érctó vize csillan. Visszakanyarodunk kirándulásunk központjába, Alsóbodokra. Az Eszterházy János zarándok központban lesz a szállásunk. Kapuja egy valódi szakrális térbe vezet. A fából faragott keresztúton a zarándok központ vezetője, ifjú Csámpai Ottó vezeti végig a hazajárót. Amikor az Alsóbodokon gyakran megforduló Eszterházy János a község fölé magasodó dombtetőről a zoborvidéki tájban gyönyörködött, nem gondolta, hogy egykor az ide épült Szent Kereszt felmagasztalása kápolna lesz a végső nyughelye. Eszterházy János 1901-ben született nem messze Nyitra-Újlakon, vegyes családba született. Édesapja magyar volt, édesanyja lengyel, Tarnowski Erzsébet. És ebben a tiszta szlovák községbe a lengyel édesanyja, mert a édesapja nagyon korán meghalt, úgy nevelte a fiát, hogy mégis ő lett később a legerősebb magyar politikai pártnak, az Országos Keresztény Szocialista Pártnak az elnökje. Itt a felvidéki magyaroknak a legbátrabb, tragikus 20. században legnagyobb magyar politikusa volt. Sajnos oda olyan időben született, amikor fasizmusval vádolták, később a kommunisták üldözték, és főleg a nacionalizmus áldozata lett Eszterházy. 50 évig nem tudtuk, hol van eltemetve, és 2017. szeptember 16-án itt volt eltemetve. Valójában ettől a pillanattól működik a zarándok központ. Több mint 20 000 zarándok Kárpát-medence minden részéből látogatnak hozzánk. És mit üzen ma Eszterházy János a felvidéki magyarságnak? Hogy maradjunk, segítsünk főleg egymásnak, mert azt csinálta egész életében is. Segített mindenkinek, nem csak a gyerekeken segített, hát a szegényeken is. Tehát ő üzenetje az, hogy segítsünk egymásnak. Menjünk. Megnézzük a... Tessék. Kápolnát. A kápolna alsó része Krisztus sziklasírját idézi. A zarándok csak fejet hajtva tud a mártír hazafi elé járulni. Zoboralja szülötte, Paulis Boldizsár volt az, aki úgy érezte, hogy a zoboraljaiak kötelessége a közeli Nyitra-Újlakon született államférfinak végső nyughelyet biztosítani. De a sors úgy hozta, hogy nem sokkal később maga az építő is itt lelt végső nyugalomra. A sziklasír fölött a hegytetőt koronázó kápolna különböző építészeti stílusokat vonultat fel. Gróf Eszterházy János példaértékű életútjával és személyes tárgyaival az Emlékmúzeumban ismerkedhetünk meg. A Trianon utáni felvidéki magyarság szellemi vezetőjeként ellenállt minden magyar és keresztény ellenes törekvésnek. A szlovák parlamentben a felvidéki magyarság egyetlen képviselőjeként küzdött a jogaikért, Trianon revíziójáért. A szlovák kommunisták a háború után letartóztatták, és koholt vádak alapján előbb 10 év kényszermunkára, majd halálra ítélték. A szibériai gulág táborból a szovjet hatóságok 1949-ben kiadták Csehszlovákiának. Végül kegyelemből életfogytiglani büntetést kapott. De a sok gyötrelem következtében 1957-ben a morvaországi Mirov börtönben az örökké valóságba távozott.
A zarándok központ jelképes ékessége a vasturul is. Az eredeti szobrot 1915-ben a nyitrai főtéren leplezték le. Az első világháborúban elesett katonák emlékére és családjaik támogatása céljából Eszterházy édesanyja Tarnóczky Erzsébet grófnő jóvoltából. A csemegszállók ledöntötték, majd pontosan 100 évvel később, 2015-ben avatták fel itt a másolatát. Eszterházy lelkületével feltöltekezve újabb kiruccanásra indulunk, ezúttal Zoboralja délebbi vidékére. Sajnos Nemespan települése is elszlovákosodott. Már a temetőbe és a templomba kell menni, ha magyar emlékjelekkel szeretnénk találkozni. A Mindenszentek katolikus temploma festett üvegablakain már nem csak a magyar szentek, de az adományozók is legendává váltak. Az egykori magyar élet tanúiként vésődtek bele az ólom súlyával az üvegbe. A szőlőtermesztésnek évszázados hagyománya van ezen a vidéken. Erre a nagyszétényi szőlőhegyen a Szent Orbán kápolna emlékeztet. De hogy ne csak emlék, hanem élő kultúra is legyen itt a borászat, erről tesznek a helybéli kortárs borászok, köztük Dudás Norbert, akit a pincéjében látogatunk meg. Kevesen tudják, hogy Felvidéken a szőlő és borkultúra első említése Nyitra környékéhez kötődik. 1075-ben első Géza királyunk birtokokkal látja a garamszentmedegi apátságot, és akkor említik Pogrányban, illetve Garam mentén egy községben garamszőlősen a szőlőt először. De Nagyszétényben is nagyon ősi hagyományai vannak, 1400-as években már tudunk bortizedről, borkilencedről. Hát Nagyszétényben igen, ahogy mondtad, nagyon nagy a hagyománya a borászatnak és a borkultúrának. Létrehoztunk egy borásztársulatot is, annak érdekében, hogy a hagyományokat meg tudjuk őrizni, és egy kis propagációt hozzunk bele. Meg kell hadnunk, hogy Nagyszétényi község és a plébánia a esztergomi érsekség alá tartozott, és ez összefügg a mi hagyományos és régi eredetű Cétényi Kadarka fehér borunkkal. A esztergomi érsekségre a Pázmán Péter innen hordta ezt a jellegzetes bort, mivel ebben a borban kevés az alkohol és magasabb szintű savakkal rendelkezik, ami nagyon jó hat a emésztésre. Akkor meg is kínálnak benneteket a Cétényi Kadarkával, ha már ez a jellegzetes kadarka. Ez a jellegzetessége a falunknak. És akkor erre a borra lehet mondani azt, hogy ha jó az emésztésre, hogy kismértékben gyógyszer, de nagymértékben orvosság. Igen, igen. Köszönöm szépen. Akkor egészségetekre. A bor mellé jó lenne egy kis időt is lopni a pincében. De le kell ereszkednünk a szőlőhegyről a faluba is, megnézni, hogyan tartanak ki a magyarok a nyitraparti Nagyszétényben. Az álhatatosság bástyája a község legelső emléke, a gótikus templom. A faluban számos régi és új szakrális kisemlék van, amik a helyiek hűségéről tanúskodnak. A fából faragott emlékeket Pócsik Antal helyi fafaragónak köszönhetjük. Történelmi örökségünk megérzésébe rendkívül fontos, hogy jeleket hagyjunk a térbe, és különösen érdekesek ezek számunkra akkor, hogyha valaki helybeli készíti el, a Zoboralja nagyon kevés, és Nyitra környékén nagyon kevés fafaragót ismerünk. Az egyik ilyen Pócsik Antal. Emlegetik mindenhol járnak, vannak kopjafa, csak nincs még semmilyen kopjafa. Hát akkor mondom, megcsinálok egyet. Akkor aztán megcsináltam 2007-ben az első kopjafámat, ami a községháza előtti téren van, Szent Imre és Árpádházi Szent Erzsébet emlékére készült. És azóta olyan témákat kerestem, amihez valami kötődésem van, meg főleg nemzeti jellegű kötődés, mint például itt van ez a 48-as emlékoszlop, itt velünk szemben meg a Szent István emlékoszlop. Ez nagyon jó, hogy ebben a lélektelen korban, amikor idegen példaképeket állítanak elénk, ugye visszanyúl a hagyományainkhoz is, Szent István, illetve a 48-as hősök mutatnak nekünk utat. Én mikor ezen gondolkoztam, hogy mit
készíteni ide a faluba. Ez a két olyan nagyon fontos dátum a magyarság történelmében, amire illik és meg is kell emlékeznünk. Miért, hogy még ilyen nem volt, és azért készítettem. És itt a templomnál, ahol ilyen emlékmű is van, a háborúban elesettek emlékmű, és ide terveztük az egészet. A Nyitra mentén északra, miközben átkelünk a bécsi döntés utáni 1938-as határon, a Csehszlovákiához került Nyitra csehiesi kutunkba. Az Árpád-kori település a 15. századtól a legújabb időkig az esztergomi káptalan birtoka volt. Keresztelő Szent János katolikus temploma a régi köveiből épült újjá a 18. században. Parkjában Szent István őrködik, a falu sokat szenvedett, de megmaradt népe felett. A falu egyik portáján egy különleges magyar kulturális központ, a Jurta Látványtár várja a betérő vendégeket. Udvarában a zoborvidékhez kötődő jelképekkel és a jurtával. 2010-ben a Nagyszombati Egyetem professzora Csámpai Ottó döntött úgy, hogy hazaköltözik szülőfalujába, hogy a közösségi tér megalkotásával segítse a helyi magyarság összekovácsolását és a nemzeti öntudat megerősítését. Úgy gondoltam, hogy egy különleges színteret kéne fölállítani a kultúra műveléséhez, mert a nagy kultúrházakban valahogy elvesz az a kevés ember, aki még magyarnak érzi magát. Ugye a rendszerváltozás után az emberek megfeledkeztek arról, hogy kik is az őseink, hol vannak a hagyományaink, hol vannak a gyökereink, és azt gondoltam, hogy ezzel föl tudjuk elevenníteni azt, ami elveszett a itt élő népességből. Talán a faluba a legtöbb kulturális rendezvényt mi adjuk. Ide válogatott emberek jönnek, tehát olyak, akik nem csak a tömegkultúrát szeretik, hanem inkább a hagyományőrzést, vagy a történelmünk iránt érdeklődőket. És az emberek örömmel eljönnek ide, jól érzik magukat is. Jó ezt hallani. Gratulálunk a tevékenységhez, és sok erőt a jövőben is. Nyitra csehin egy valóságos zöld oázist is találunk. Felvidék legnagyobb természetes kertjét Csámpai Sándor alakította ki közel 3 hektáron. A virágzó füvészkert falétesítményekkel, kunyhóval és szabadtéri néprajzi gyűjteménnyel várja a látogatóit. Virágvasárnap van. Visszatérünk még egyszer Alsóbodokra, hogy belekóstoljunk a zoborai magyarság messze híres, archaikus, ma is élő tavaszköszöntő húsvétváró népszokásába, a villőzésbe. A bodoki lányok először is női ruhába öltöztetik, s a falu szélén a vízbe dobják a szalmából összekötözött bábut, a kicét. Szerke bóha, mind kihújjon, dekkorela itt maradjon! Szerke bóha, mind kihújjon, dekkorela itt maradjon! Így űzik el a betegségeket a faluból. Aztán feldíszítenek egy fűzfát szalagokkal. Szép bodoki lányok tyúkot ültettek, egy tyúk alá 36 tojást tettek, 36 tojásból csak egy kakas lett. Szép bodoki lányok, mi lesz veletek? A villőággal, énekszóval mennek végig a falu. Benne van egy vetett ágy, az mellett ringó bölcső, háj villő. Ahogy Kodály Zoltán is leírta, virágvasárnapján járnak a lányok villőzni. Házról házra mennek, közben villődalokat énekelnek, amiért tojás jár nekik. Háj villő, falu végén sejem sátor, háj villő. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Van magoknak virágvasárnapjuk! Van bizony, van! Köszönjük szépen, nagyon szépen énekeltetek, azt a jövőre is gyertek el! A legtöbben jó szívvel és ajándékkal fogadják a jó kívánságokat. De olyan is akad, aki nem szívesen fogadja a villőzőket. Persze most csak a szemléltetés kedvéért. Bizony, menjetek innét, de gyorsan! Szösvényasszony! Irigyasszony!
ha nem adnak tojást, se toljanak a tyúkjai, toljanak a kakásai. Így nyer értelmet Szobor alján a Virágvasárnap örökkévaló üzenete. Mert akármilyen nehéz idők is járnak most errefelé, akármennyire is olvad a magyarság, a fiatal lányok reménykeltő éneke minden vészen áthatolva azt üzeni, nincs olyan nagy péntek, ami után ne jönne el a feltámadás.